közegelem álláskört megnézni. A lejtett test mozgása során két erővel találkozik, egyszer a nehézségi erő, illetve a közegellenállási erővel. Szóval akkor az elejtett testre két erő hat, a föld vonzásából származó nehézségi erő és a levegőből származó közegellenállási erő. A feladatunk az lenne a mai alkalommal, hogy megnézzük azt, hogy ez a közegellenállási erő mitől függ. A közegellenállási erőt közvetlenül nem fogjuk mérni, csak az őt befolyásoló hatásokat vizsgáljuk. El fogok ejteni egy ilyen testet, és ennek a testnek a mozgását fogjuk vizsgálni. Ha ez a test esik lefelé, akkor a két erő hat rá, és mérni fogjuk azt, hogy mennyi idő alatt esik le. Ugyanabból a magasságból fogom leejteni a testet, és ennek hatására a test valamennyi ideig esik. Ez az idő, ha rövid, akkor azt jelenti, hogy nagyobb sebességgel esett. Ha hosszabb az idő, akkor értem szerint kisebb sebesség. Az első esetünkben egy ilyen kúp alakú testet fogunk leejteni, és ezt a kúp alakú testnek az esés idejét nézzük. Látható az, hogy közel 2 másodperc kellett ahhoz, hogy a test az adott magasságból leérje. Ha két ilyen testet vegyünk le, akkor az esési idő, ha egybe teszem ezt a két testet, akkor egy kicsit rövidebb lesz, mert megnöveljük a két papírral a tömeget. Ellenben a felületek a nagysága ugyan akkora marad. Látható, hogy az esési idő rövidebb lett. És a harmadikat is ejtsünk le. Rövidült az idő, és az utolsó esetben pedig 4 testet fogunk leejteni. Látható az, hogy amikor egyetlen egy testet engedtünk el, akkor 2 másodpercnél valamivel kevesebb időre volt szüksége az eséshez. Akkor, amikor 4 testet engedtünk el egyszerre, akkor az esés idő valamivel 1 másodperc alatt volt. A testnek a tömegét azt megnégyszereztük, az esés idő ellenben a felére csökkent, azaz a sebesség 2-szeresére nőtt, ezért a közegellenállási erőről kijelentetjük azt, hogy a sebesség négyzetével arányos. Mitől függ még a közegellenállási erő? A közegellenállási erő függ a test felületétől. Megnézzük azt, hogy egy előzőleg leejtett test, illetve egy ugyanolyan tömegű, ugyanolyan papírlapból hajlított kúp közül melyik esik le hamarabb. Látható az, hogy közel félúton volt a nagyobb felületű test, amikor a kisebb felületű, de ugyanolyan tömegű test már leérkezett. Ebből a kísérletből következtethetünk arra, hogy a közegellenállási erő az függ a test felületének nagyságától. A felület alatt azt értjük, hogy mekkora az a keresztmetszet,
ami esik lefelé. A következő kísérletnél megnézzük azt, hogy hogyan függ a testnek az alapjától. Ebben az esetben egy kicsit keményebb papírból készítettem el ezt a kúpot, és az aljára egy kis testet helyeztem. Ez tulajdonképpen egy ejtőernyő. Nézzük azt, hogy melyik esetben esik le gyorsabban a test. Közelítőleg 0,8 másodperc kellett, és most megfordítom a kúpot, és ugyanazt a tömeget most beléje helyezem el, és most ejtem el. Látható, hogy rövidebb idő kellett a leeséshez. Elmondhatjuk azt, hogy függ az esés idő a testnek az alapjától. Ezt a paramétert, ezt alaptényezőnek nevezik. A közegellenállási erő ezek szerint akkor függ az alaptényezőtől, függ a felület nagyságától, függ a sebesség négyzetétől, és mindenképpen tudjuk azt, hogy ha itt nem levegőt használnánk, hanem ennél sokkal sűrűbb anyagot, akkor az esés idő az még nagyobb lenne, tehát függ a közegnek a sűrűségétől. Köszönöm szépen!